Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták a mai sajtótájékoztatóra meghívónkat, melynek témája a vasárnapi zárvatartáshoz kapcsolódik. Hát nem tudjuk, hogy milyen lesz az idén nyáron az időjárás a Balatonon, egyet viszont tudunk, hogy a vasárnapi kötelező zárvatartás olyan, mintha idén nyáron fél hónapig tél lenne a Balatonon. Lehet bármekkora kánikula, lehet bármekkora tömeg a parton, a balatoni üzletek vasárnap nem nyithatnak ki. Azon a hétvégi napon, amikor az egyébként hétköznap dolgozó magyar családok is pihennének, kikapcsolódnának. Aki egy kicsit is ismeri a turizmust, az tudja, hogy jellemzően szombatonként van a turnusváltás. Szombaton délután, szombaton este megjönnek az új turistacsoportok, szépen kipakolnak, majd vasárnap elmennének bevásárolni, és azt látják, hogy mindenhol az üzletek zárva vannak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, röviden kifejezve, ez agyrém. A balatoni szezon nem bír ki fél hónap fideszes telet. Az MSZP szerint nem kellene megvárni, míg ebből botrány lesz, nem kellene végleg elriasztani a turistákat, nem kellene végleg tönkretenni a balatoni vállalkozásokat, és nem kellene tönkretenni az egész balatoni szezont. Kétségtelen, hogy legegyszerűbb és a leghasznosabb megoldás az lenne, ha a broker kormány az egész vasárnapi zárvatartást visszavonná, eltörölni. De miután erre kevés az esély, a jelek szerint ez a feladat az MSZP-re vár, ezért addig is valamit tenni kell. A kormánynak egy törvényi felhatalmazás által lehetősége, felhatalmazása van arra, hogy a reggel 6 és este 10 közötti nyitvatartást, illetve a vasárnapi zárvatartás kötelezettsége aluli felmentést kormányrendeletben megtegye. Őszintén reméljük, hogy ez a felhatalmazás nem azért került be a törvénybe, hogy majd később valamilyen havernak, mondjuk a CBS barátoknak adjanak különleges felmentéseket, hanem azért, hogy az ilyen krízis helyzetekben legyen megoldás. Ezért felszólítjuk a broker kormányt, hogy haladéktalanul éljen ezzel a lehetőséggel, a jövő héten tűzze a kormányülés napirendjére, hogy május 1-től szeptember végéig adjanak felmentést a balatoni üzletek vasárnapi zárvatartási kötelezettsége alól. Ha nem így tesznek, akkor a magyar turizmus újabb katasztrófáját fogják előidézni, és még egyszer mondom, a Balaton, a magyar turizmus nem fog elviselni még fél hónapi fideszes telet azért, hogy a zárvatartási agyrém tovább mehessen. Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani, amennyiben van kérdés, akkor szívesen állok rendelkezésre.